Üdvözöllek a csatornámon! Most egy olyan kakaós csigát szeretnék ajánlani, amit nem kell dagasztani, sem kell eszteni. Gyorsan elkészül, cukormentes és nagyon finom. Ha tetszik, kérlek lájkold majd a videót. Ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm! A tésztához szükséges 175 g teljes kiölésű búzaliszt és 75 g finom liszt. 6 g sütőpor, 50 g tej, amiben feloldottam 100 g cukornak megfelelő édesítőszert. Ezt mindig folyékony alapanyagban szoktam feloldani, hogy egyenletesen eloszlódjon a tésztában. Került még bele 5 evőkanál olaj, egy csipet só és 250 g túró. Ha rögös túrót használsz, előtte törd még át villával. Majd az egészet alaposan összegyúrtam. Töltelékhez 4 evőkanál kakaópor szükséges, és 2 evőkanál cukornak megfelelő édesítőszer. Mivel ez annyira pici mennyiség, így én nem a kakaóporhoz adtam hozzá, hanem feloldottam 2 evőkanál étolajban, hogy egyenletesen szét tudjam kenni a tészta felületén. Ha eritritet vagy hozzá hasonló cukor helyettesítőt használsz, azt nyugodtan keverd a kakaóporhoz. A tésztát kinyújtottam téglalap alakúra. Tetejét megkentem az olajjal, és rászórtam a kakaóport. Majd az egészet feltekertem. Körülbelül 2 cm széles szeleteket vágtam belőle. Sütőpapíros tepsire helyeztem őket, és mehettek is be az előmelegített sütőbe. 180 fokon 20 percig sütöttem. Diétás receptjeimet megtalálod a Facebookon is, a Repeta Diétás és Finom oldalon. Köszönöm, hogy velem tartottál, remélem még fogunk találkozni. Legyen szép napod!